Sziasztok! Kezdjük az újabb állatbemutatót a debreceni állatkertben élő Marcival, akinek a pihenés közben felvett pozíciójától mindig kiráz a hideg. Marci és testvére Kópé a debreceni állatkert két fehérkezű gibonja, és ebben a videóban a fehérkezű gibonról lesz szó. A videó idejére térjünk vissza a Lorelindo állatkertbe, ahol egy kifutó fog készülni a fehérkezű gibonjaim számára. Ezek a főemlősök az emberszerűek öreg családjába és a gibonfélék családjába tartoznak, ezen belül pedig a Hylobates nem legismertebb faját képviselik. A Hylobates nem tagjai napjainkban Dél-Kínában, Burma keleti részén, a Maláj-félsziget nyugati felén, Kambodzsában, Tajföldön, Jáván, Szumátrán és Borneón élnek. A fehérkezű gibon, vagy tudományos nevén Hylobates lár, valamikor Dél-Kelet-Ázsia hatalmas trópusi erdeiben élt, Burmától a Maláj-félszigeten át a Nagy-Szunda-szigetekig. Napjainkban viszont az erdők megfogyatkozásának köszönhetően a populációi felaprózódtak és több helyen el is tűntek, így manapság Kínában a faj már kipusztult. A tudomány számára a svéd természettudós orvos és botanikus Carl von Linné, eredeti latinos nevén Carolus Linnaeus írta le 1771-ben. Ez a nominális alfaj a maláj gibon, a Hylobates lár-lár, amelyet Linné még a Homo lár néven írt le, és a Maláj-félszigeten található meg. Ezek után 1843-ban a francia zoológus Isidore Geoffroy Saint-Hilaire írta le a Malajziában, Tajföldön és Myanmarban élő Entelloides alfajt. Ezt követte az 1942-ben az amerikai zoológus és botanikus Gerrit Smith Miller Jr. által leírt Vestitus, azaz szumátrai alfaj, amely élőhelye az Indonéziához tartozó Szumátra-sziget, amely a világ hatodik legnagyobb szigete. 1968-ban a brit-ausztrál származású biológus és antropológus Colin Peter Groves írta le a Carpenteri alfajt, amely Tajföldön, Laosban és Myanmarban honos, és a nevét az amerikai primatológus Clarence Ray Carpenter után kapta. A primatológus, vagyis főemlősökkel foglalkozó zoológus. Az ötödik alfajt, a Yunnanensis-t 1986-ban írta le két kínai tudós, Ma és Wang, és egyesek szerint ez az alfaj megegyezik a Carpenteri alfajjal, amit ugyancsak nehéz cáfolni, mivel ez a kínai Yunnan tartományban honos alfaj és feltehetőleg kihalt. A Természetvédelmi Világszövetség szerint nincs elég adat és meghatározás ahhoz, hogy kihaltnak nyilvánítsák, de mindenképp kritikus a populációk állapota. A gibonfajok közül a fehérkezű gibonok rendelkeznek a legnagyobb észak-déli elterjedési területtel. Általában Dipterocarpus erdőkben élnek, síkvidéktől a dombsági esőerdőkig, vagy vegyes lombhullató bambuszerdőkben, vagy akár örökzöld erdőkben, általában 1200 méter magasság alatt. A fehérkezű gibon számos más főemlőssel és emberszabásúval osztja meg a területeit, köztük sziamangokkal, orangutánokkal, sapkás gibonokkal, hulmánokkal, langúrokkal, makákokkal és a szundaszigeti lajhármakival. Szőrszíne a feketétől a sötét barnán keresztül a világos barna, akár krémszínig terjed. Amint a neve elárulja, a kezei és a lábai fehérek. A fekete szőrtelen arca finom szőrzetű fehér keretben van. A nemek nem különböztethetőek meg szín szerint. Mind a hímek, mind a nőstények lehetnek bármilyen színűek, és méretben is alig térnek el egymástól. Nappali fán élő faj. Átlagosan napi 8-9 órát aktívak, napkelte körül hagyják el alvóhelyeiket, és átlagosan 3,4 órával napnyugta előtt mennek vissza az alvóhelyekre. A gibonok karjukkal kapaszkodva, az ágakon csüngve és hintázva lendítik át magukat egyik fáról a másikra, így haladnak át az erdőn. Egy lendület akár 3 métert is jelenthet, egy ugrás pedig akár 9 métert is.
Ekkora lendülettel a fehérkezű gibon a leggyorsabb a gibonfélék között, és akár 48 km/órás sebességgel is tud haladni. Ezt a mozgásmódot segítik a megnyúlt karok, a hosszúkás kezek és az ívelt ujjak, ugyanakkor a rövid lábak. Emiatt a fehérkezű gibon végtagarány indexe 129,7, ami az egyik legnagyobb a főemlősök között. A végtagarány index a végtagok hosszainak összehasonlítása főemlősök között. Ritkán jönnek le a földre, de ha lejönnek, akkor két lábon járnak. A karjukat pedig a fejük fölé emelik az egyensúly megtartása végett. A fehérkezű gibon esetében a farokcsigolyák száma drasztikusan lecsökkent, ami a funkcionális farok elvesztését eredményezte. Ehelyett egy kemény csontos párna található, amelyet ülőpárnának neveznek. Főleg gyümölcsökkel táplálkozik, amelyek táplálékának 50%-át teszik ki. Megeszik a fügét és más apró édes gyümölcsöket, a liánok gyümölcsét, a fák gyümölcsét és bogyóit, de megeszik a fiatal leveleket, rügyeket és virágokat, újhajtásokat, szőlőhajtást, valamint esznek rovarokat is, köztük sáskákat és darazsokat, sőt megeszik a madártojást is. A gyümölcs szezonon kívül eső időszakban, vagyis a nyári hónapokban, amikor a füge és a levelek kevésbé állnak rendelkezésre, a rovarfogyasztás 20-szorosára nő a télhez képest. Gyümölcsök terén válogatós. Csak a nagyon érett gyümölcsöket fogyasztja el a fáról, amit kóstolással dönt el. Abban az esetben, ha egy gyümölcs nem elég érett, nem eszi meg. Emiatt a gyümölcséréskor többször is visszatér ugyanazokhoz a fákhoz, hogy újra megkóstolja a gyümölcseit és mindig a legérettebbeket választja. Ezeket a táplálékforrásokat a területek átfedő részében megosztja más gibonokkal, vagyis más családokkal is. Fogai emberéhez hasonlóak. A metszőfogai szélesek és laposak, a nagy örlők vastag zománccal rendelkeznek, viszont a szemfogaik tőrszerűen nagyuk, nemtől függetlenül. Társadalmi berendezkedésük főleg monogám, ahol családpárok élnek az utódaikkal együtt. Amikor egy fiatal eléri az ivarérettséget, el kell hagynia a családot. Azt mondják a fehérkezű gibonról, hogy a majmok közül ez az egyedüli faj, amely az emberhez hasonlóan úgy alapít családot, hogy a párjával élete végéig együtt él. Viszont a tajföldi Cao Yai Nemzeti Parkban végzett hosszú távú vizsgálatok azt sugallják, hogy párzási rendszerük némileg rugalmas. Páron kívüli párosításokat, partnercseréket és poliandriás kapcsolatokat is magában foglal. A családok a területeiket énekléssel védik. Minden reggel a család területének a határán éneklésbe kezd. Vagyis a szülőpár egy duettben énekel. Minden gibonféle éneke sajátos, és ezen belül minden család éneke különbözik. Minden családnak külön dalja van. Ezek alapján fel lehet ismerni a különböző gibonfajokat. A veszélyt is énekléssel jelzik, habár tigris, kötfoltos párduc, kontyos kígyás, sas vagy éppen a kockás piton figyelmeztetésnél inkább éles hangon szólóznak a duett helyett. A párzás az év minden hónapjában megtörténik, de ennek a nagyja csak gyakorlás, a száraz évszakbeli alkalomhoz. Ugyanis a legtöbb fogantatás ekkor, vagyis márciusban történik. A vemhesség általában 7 hónapig tart, vagyis a születési csúcsidőszak a késő esős évszakban, októberben van, és általában egyetlen utód születik. A szoptatás nagyjából 2 évig tart, míg a fiatalok az ivarérettséget körülbelül 8 évesen érik el, viszont a vadonban a nőstények csak átlagosan 11 évesen szaporodnak először. A fehérkezű gibonok a vadonban körülbelül 25 évig élnek, viszont fogságban az eddigi legöregebb példány 31 évig él. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján jelenleg a veszélyeztetett fajok közé van besorolva. Ez részben amiatt van, hogy húsukért vadásszák őket, vagy esetleg megölik a szülőket, hogy befogják a fiatalokat. De a legnagyobb veszély ebben az esetben is az élőhelyek elvesztése.
A populációkat veszélyezteti az utak építése, a mezőgazdaság, az ökoturizmus, a háziasított szarvasmarha és elefánttenyésztés, az erdőtüzek, a fakitermelés, legyen az legális vagy illegális, a faluk terjedése és a pálmaolaj ültetvények miatti erdőirtás. A legnagyobb túlélési esélyt a védett természetvédelmi területek biztosítják, habár ezeken a területeken is megtörténik a populációk szétdarabolódása. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listája szerint a 2020-as becslések 15 és 20 ezer közöttire teszik a populációt, továbbá a kínai állományt abban az esetben, ha még létezik, maximum 10 egyedre becslik. Magyarországon a Jászberényi Állat- és Növénykertben, a Nyíregyházi Állatparkban és a Debreceni Állatkertben látható fehérkezű gibon. A következő rövid videó a Debreceni Állatkertben készült Marciról és Kópéról. Sajnos időhiány miatt rég jártam náluk, de igyekszem pótolni, amint lehet Debrecenben, Nyíregyházán és más állatkertekben is. Igazából, ha kevés sikerrel is, de ebben a kis épületben én is próbáltam létrehozni a debrecenihez hasonló kialakítást. Reménykedve, hogy az én gibonjaim is felveszik a Marci pózt. Iratkozz fel a csatornára, kövess Facebookon és Instagramon. Lépj be a Discordomra, nézd meg a Steamen az útmutatóimat, és letöltheted a Steam műhelyből az építményeimet és a kifutóimat. Lépj be te is a csatornatagok közé, mert sokkal több videót nézhetsz meg. Azon kívül a tagok minden videót korábban láthatnak. Émadárpólót kapsz ajándékban néhány hónap tagság után. És bizony, kaptam már olyan visszajelzést, miszerint émadárpóló viselés közben jobb napja lett a viselőnek. Természetesen fel fogom tölteni a teljes építési videót is úgy, hogy nem szólózok közben. Most pedig csodáljuk még egy kicsit a gibonfélék legkedveltebbjét, a fehérkezű gibont. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!